A bicskei gyermekotthonban történt tragikus események és K. Endre kegyelme miatt hetek óta kérdések fogalmazottak meg a magyar emberekben. Egy olyan kérdés is megfogalmazódott szinte mindenkiben Magyarországon, amire a mai napig nem kaptunk választ, ez pedig az, hogy miért kapott kegyelmet K. Endre. Azért fontos, hogy erre a kérdésre választ kapjunk, mert ameddig erre nem kapunk választ, folyamatosan újabb, egyre tragikusabb információk fognak napvilágot látni erről az ügyről. E tegnapi nap azt láttuk az RTL felvételén, hogy K. Endre megpróbálja befolyásolni a gyermekotthon egyik áldozatát, hogy róla jó állításokat fogalmazzon meg. Nem tiszta, hogy ezen állításokat csupán a médiának szánta, vagy esetleg egy perújra felvétel esetében ezeket az állításokat, mint hamis tanúzás próbálta elérni. Ez azért fontos, mert itt fölmerül a hamis tanúzásra való felhívásnak a bűncselekménye, ami egy olyan súlyos dolog, főleg egy ilyen ügybe, amivel kapcsolatban a rendőrségnek és az ügyészségnek azonnal lépnie kell. Ezért feljelentést teszek K. Endre ellen. De ez önmagában nem elegendő. Önmagában ez nem ad választ arra a kérdésre, hogy ezt az embert miért kellett kegyelemben részesíteni. Azt látjuk ennél az embernél, és a tegnapi felvétel is ezt bizonyította, hogy K. Endre szégyenérzet nélkül él. Ki az, aki egy ilyen nyilvános botrány és egy ilyen ügy után még egyáltalán felkeresi az áldozatokat és próbálja őket a saját érdekében megfelelően manipulálni? Egészen vérlázító, hogy egy ilyen ember kegyelmet kapott úgy, hogy semmilyen indoklást nem kaptunk senkitől, sem a korábbi köztársasági elnöktől, aki ezt a kegyelmet adta, sem attól, aki a köztársasági elnököt kinevezte, akinek a politikai közösségének az alelnöke volt, ez pedig a magyar miniszterelnök. Összességében azért fontos az, hogy nem adtak indoklást, mert amíg nem adnak indoklást, addig nem tudják megmagyarázni, hogy valaki, aki ennyire nyilvánvalóan nem volt érdemes a kegyelemre, ezt miért kapta meg. Én is annak örülnék a legjobban, ha végre tudnánk újra ehelyett az ügy helyett a fontos dolgokról beszélni. Arról például, hogy mit lehet tenni azért, hogy a gyermekvédelmi rendszer jobb legyen, és hogy lehetne elérni azt, hogy jobb fizetést kapjanak a gyermekvédelmi dolgozók. De nem tudunk semmi előremutatóról beszélni addig, amíg a felelősök nem adtak magyarázatot a tetteire, és nem tudjuk, hogy miért kapott kegyelmet K. Endre.